Sziasztok! Én Jancsovics Máté vagyok, és most az előttem látható Roland VAD 306-os dobszettet fogom nektek bemutatni. 2020-ban hozták ki az új VAD sorozatot, aminek az a különlegessége, hogy ezek olyan elektromos dobok, amik úgy néznek ki, mint egy akusztikus dob. V-Drums Acoustic Design, ennek a rövidítése a VAD. A 306-os szériához a TD-17-es modul jár, a dobtestek méretei pedig a következőek. A lábdob 18x7 incses, tehát elég keskeny, ezért az egész szerkó kis helyet foglal. A felső tamok 10x4 és felesek, az oldaltam és a pergő pedig 12x4 és felesek. A tamok, a pergő és a lábcink különállványon vannak, ezért nagyon kényelmesen be lehet állítani az egészet. A lábdob a kismérete ellenére stabilan egy helyben marad, és duplázót is lehet hozzá használni, bőven elfér a két ütőfej az érzékelő felületen, ami egyébként teljesen realisztikus játékérzetet ad. A dobtesteken két rétegű hálóbőrök vannak, és ezeknek a feszességének az állításával még jobban testre szabhatjuk a dob játékérzetét. Minden pad két érzékelős, tehát a bőrre és a kávára különböző hangokat is állíthatunk. Ha valamelyik dobtesthez lábcin hangot rendelünk, akkor azt a lábcin pedállal ugyanúgy tudjuk nyitni és zárni. A lábcin és a két beütő 12 incs átmérőjűek, a kísérő pedig egy 13-as háromzónás tányér. Ez azt jelenti, hogy van egy kub hangunk, van egy érzékelő a cintányér felületén és egy a szélén. Régóta alaptulajdonsága a Roland elektromos doboknak, hogy a cintányérokat le lehet fogni, illetve a lábcin splash technikát is lehet használni. A modul hátulján található egy stereo kimenet, egy fülhallgató kimenet, egy mix-in bemenet, ahova telefont vagy bármilyen külső hangforrást tudunk bedugni. Van egy hagyományos MIDI csatlakozó, de egyébként MIDI-t USB-n keresztül is tudunk rögzíteni. Ezen kívül van két extra trigger bemenet, amiből egyet már használunk a második beütőhöz, de ezen kívül még egy padot vagy cintányért is lehet csatlakoztatni. A többi dobtest és cintányére csoportkábellel van bekötve, ami miatt nagyon gyors az össze- és szétszerelés. Na de halljuk kicsit a dob hangját, megmutatok pár szettet az alapbeállítások közül. A TD-17-es modul előnye, hogy SD kártyáról saját hangmintákat tudunk rátölteni, és ezeket keverhetjük is a beépített hangokkal.
Itt van például egy akusztikus pergő hang. Ez egy 14-es sárga rész pergő. Először is a mufflingom megnyomásával teszek rá egy kis tompítást, majd a tuning menüben feljebb hangolom egy kicsit. Most pedig hozzáadok egy külső hangmintát, amit az SD kártyáról importáltam be. A következő példában egy saját hangmintatárat fogok használni a dobtesteken és a lábdobon, a cintányérok pedig a beépítettek lesznek. Nagyon hasznos funkció a Bluetooth kapcsolat lehetősége. Ezzel egyszerűen tudunk kábel nélkül telefonról vagy laptopról bármilyen zenét lejátszani és arra dobolni. A modulon van egy tabletnek vagy telefonnak kialakított tartó is. A song menübe lépve közvetlenül az SD kártyáról is tudunk zenét lejátszani, és egyből felvenni a játékunkat, majd elmenteni a memória kártyára. Ez Bluetooth kapcsolat esetén is működik. Az SD kártyára egyébként el tudjuk menteni az összes beállításunkat, és ha ezt betöltjük egy másik modulba, akkor gyakorlatilag olyan, mintha a saját dobunk mögött ülnénk. A coach menü alatt három hasznos funkciót találunk gyakorláshoz. A timecheck-kel valós időben ellenőrizhetjük a pontosságunkat a takjelhez képest. A Quiet Count szintén egy jó gyakorló program a tempótartás fejlesztéséhez, ugyanis itt olyan metronomra kell játszani, ami néha elnémul egy ütemre, és amikor visszajön, kapunk egy 100%-os értéket, hogy mennyire voltunk pontosak. A harmadik gyakorlás segítő funkció 5, 10 vagy 15 perces bemelegítő gyakorlatokat ad nekünk. Ez a dobszerkó a kismérete és halk akusztikus hangja miatt ideális választás lehet lakásba is. USB kábellel csatlakoztatva egy számítógéphez a modul hangkártyaként is működik, így könnyen tudunk vele felvételt készíteni, online dobórákat venni vagy tartani kiváló minőségű hanggal. Köszönöm a figyelmet! Remélem most már többet tudtok a Roland VAD 306-os dobszetről. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!